Sziasztok, Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig egy kérdőíves játékot hoztam el nektek, amelyet nagy eséllyel sohasem szabadna kitölteni. De hát jön az elek és kitölti, hogyha örültek ennek a videónak, akkor mindenféleképpen már most csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. De be is teszem a fülesemet, ugyanis itt is vagyunk már a játékunk menüjében, amelyet elvileg egy 14 éves kisrác csinált, hát rettentő kíváncsi vagyok, hogy mégis milyen lesz, menj a startra a kezdéshez. Biztos? Én nem szeretném. Jó napod van? Köszönöm kérdésedet, egyébként igen. Te egy alkalmazott vagy? Nem. Erre pedig megkérdezi a játékunk, hogy biztos vagy benne? Igen, biztos vagyok, de elkezdesz paráztatni, akkor lehetséges, hogy ez változni fog. Látod, hogy mégis mi van a jobb oldaladon? Mi lenne, tesó, semmi nincsen itt, és tudjátok, mindjárt nyomatja, hogy egy szellem. Nem, nem látom. Te vak vagy, vagy valami? Ja, hogy a játékban lévő jobb oldalról beszél, ugyanis ott van egy Rubik kocka. Oké, ott van ez a Rubik kocka, semmit sem jelent ez. Te meg tudod oldani a Rubik kockát? Nem. Egyetlen egy szint tudok kirakni, illetve ha néha bemákolom, akkor összejön a kettő. Pedig rettentő vagány lenne, hogyha ki tudnám, de nem mélyedtem bele ebbe az egészbe. Hát ki kell tudnod rakni? És tudjátok, azon fog múlni majd az életünk. Fogd meg és mutasd meg nekem a Rubik kockát. Aha! Jó, azt hittem már, hogy tudom ám itt forgatgatni, meg minden, várjatok már. Arra fele amúgy, minthogyha lett volna rajta valami felirat, vagy halucinál. Aha, nézzétek meg! Ez mondjuk baj! Mi van nekünk ráírva? Megpróbálom úgy megforgatni. Ez csupán egy vicc volt, és egy smiley. Jaj, de szuper! Hát annyira vicces a játékunk készítője, nem? Halál félelmem lesz itt a végén. Tudod, hogy mégis ki vagy te? Hát persze, hogy tudom, Mr. Alec Robert. Hogy ne tudnám? Igen, tudom. És megkérdezi még egyszer. Igen, tudom. Egyedül vagy a szobádban? Hát igen, egyedül vagyok, de ez neked mégis miért fontos információ? Mit csinálsz? Te ember vagy? Mármint, én nem hiszek neked, mi van akkor, hogyha te egy macska vagy, aki játszik ezzel a játékkal? Haha! Igen, én ember vagyok, kedves játékkészítője. Hallottad ezt? Igen, hallottam. Valaki nagyon is bejött a szobánkba. Ne is foglalkozz veled, hogy ne foglalkozzak vele, amikor valaki lépked mögöttem? Megijedtél? Á, dehogy ijedtem meg, ez semmiség. Hogyha látnál valami parát, akkor te kiáltanál? Mondjuk azt, hogy nem. Félsz a sötétben? Nem. Egyáltalán nem. Persze, hogy nem félek. Kitalálhatom a nevedet? Halljátok? Hogyha le fogja írni nekünk a játék a nevemet, én nem tudom, hogy mégis mit csinálok. Igen, kitalálhatod. Csőbe úsztalak, ez akkor a számítógépemnek a neve. Csodálatos amúgy, hogy bizony a játék ehhez hozzáfér. Tudjátok, már széthekkelt volna minket, meg minden. És akkor, ahogy rámentem az UPS-ra, el is ment nekünk az áramunk. De szerencsére körbe tudok ám itt fordulni. Jó. Vissza is jött. Igazam van? Nem, nincsen igazad. Mr. Robert vagyok. Te félsz a haláltól? Régen féltem, de most arra szerencsére leküzdöttem, és egyáltalán nem félek. Szóval gyere! Ha ezen múlik, ölj meg! Te hiszed azt, hogy a dinoszauruszok léteztek? Igen. Te hiszel a földön kívüliek létezésében? Igen. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mégis egyébként mire fog kiukadni ez a játék, és mi lesz itt a végkimenetele? Csupán ebben az univerzumban mi létezünk? Nem. Biztos vagyok benne, hogy nem. Félsz a magasságtól? Nem. Hiszel az időutazásban? Na ez mondjuk jó kérdés, de inkább arra mennék, hogy nem. Hallottad ezt megint? Hát sajnálatos módon igen, de bárcsak ne hallottam volna. Azt hiszem, hogy valaki van mögötted. De nem már? Miért kell ezt csinálnod velem? Körbe kéne nézned, és most már a játék megengedi nekünk,
hogy körbenézzünk, szóval szép lassan meg is fordulok, és bizony, nincs itt semmi, és most, hogy megnyugodnánk, tudja, hogy bizony, a számítógépünknél lesz valami, mi? Hát szédít tesz itt csak minket, nem volt ott senki. Láttál valamit? Nem. Hát eléggé fura, szóval akkor szerintem folytassuk is ezt az egészet. Én azért a biztonság kedvéért már megint körbenézek, és felkészülök minden eshetőségre. Egyre idegörlőbb amúgy ez az órakattogás. Gondoltál már arra, hogy idegenek lehetnek az űrben? Igen. Tuti, hogy majd a végén lesz nekünk egy brutálisan durva jumpscare. YouTuber vagyok, tesó, kitaláltad? Nyomatja is nekünk, hogy ő nagyon is tudta, de hogy tudtad, és tudjátok, hamarosan megjelenne a csatornám. Mennyire para lenne, ott fagynék le amúgy. Te tudod, hogy a dinoszauruszok kihaltak? Igen. Minden tízezredik évben a Hold nagyon, de nagyon közel jön a Földhöz. Oké. Okay. És ez mégis miért releváns információ a mi szempontunkból? Ezért sem élték túl ezt az egészet a dínók. Oké. Okay. Most pedig te jössz. Miben jövök én? Nézd ki az ablakodon! Jó! Én kinézek, kedves játék! Ja! Hogy a Hold bizony ilyen közel jön, és akkor kialunk mi is, vagy Mizu. És ez lesz a játékunk vége? Hogy most kéne rettentően közelről nézni a játékot, és jön a jumpscare. De nem! Mondja, hogy most biztos azon tűnődsz, hogy mégis mi a fenével játszottál? Hát, ezzel a játékkal, amelyet körülbelül 2 hónap alatt készített egy 14 éves kisrác. Hát ennyi is lett volna ez a videónk. Én azért számítottam volna még itt valami kis jumpscare-re, de hát ez sajnos most elmaradt. Azért az ijesztegetés az megvolt, és az a lényeg. Hogyha bejött nektek ez az egész, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot. Én köszöntöm szépen a figyelmet, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben. Addig is, szevasztok!